Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Türi Beatrix vagyok, a PPH egyik vezetője. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet- és emberismeret fejlesztő képzésén. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Jelenlegi foglalkozásom jegypénztáros, mára viszont már a PPH tanulói csapatszervezés is a tevékenységeim közé tartozik. Hegyes halomban élek, egyedülálló vagyok. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert úgy éreztem, hogy iránymutatást kapok az égiektől. Konkrétan a YouTube elkezdte nekem feldobni Szedlacsik Miklós videóit, és ezzel egy időben egy számomra régóta hírlevelet küldő személy is küldeni kezdte azokat. Gondoltam, hogy ez nem véletlen. Ráadásul egyre érdekesebbnek találtam a Szedlacsik Miklós videóit, és kíváncsivá tett, hogy mi lehet a második részben. Majd hoztam egy döntést, miszerint elkezdtem a tanulmányaimat a Nyílt Akadémiánál. Ez életem egyik legjobb döntése volt, hisz olyan egyedülálló, a hétköznapokban használható, közérthető nyelven elmondott, az élet minden területére kiterjedő sokrétű tudást ismerhettem meg itt, amit eddig még sehol. Pedig én is sokfelé jártam, több spirituális tanfolyamon részt vettem és olvastam könyveket, de ennyi fejlődési lehetőséget és felismerést, mint a PPH-nál sehol nem kaptam. És mint tudjuk, a felismerés a változás kezdő lépése. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító coachképzései által az életemben jobban tudok bánni önmagammal és másokkal, türelmesebb, nyugodtabb vagyok. A coachképzéseken elhangzott tudás által megértettem a saját működésemet, a bennem dolgozó energiákat, és megkaptam a kulcsokat is a változáshoz. Megismertem a küldetésemet, és tisztában látom a világ működését, nőiesebb lettem, és jó úton vagyok a gondolkodásmódom megváltoztatásához. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni a vezetőnket, Szedlacsik Miklóst, mestercoacht, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nézzük meg, hogy mit is csinálunk. Képzéseink vannak. Milyen képzéseink és miért? Tehát először is nézzük meg, hogy miért is foglalkozok én emberek képzésével. Mert amikor én megismerkedtem egy vállalkozási formával, üzletkötőként kezdtem el az emberekkel való foglalkozást, akkor rájöttem, hogy szellemi dolgokkal könnyebb az életben boldogulni, mint
a fizikai munkával. Előtte fizikai munkát végeztem, ugye többfélét is. De ha egy ember a szellemi munkával könnyebben boldogul, arra nem biztos, hogy rájön azzal, hogy fizikai munkát végez. Hiszen óriási különbség van a kettő között. Tehát ameddig én fizikai munkát végeztem, addig én nem gondoltam, hogy a szellemi munka az sokkal, de sokkal jobb. Tehát például olyan is volt, hogy én hallottam olyan mondást, hogy aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni, de valahogy nem is értettem én ezt. És amikor ugye a 80-as években már üzletkötéssel foglalkoztam, és rájöttem arra, hogy mit jelent az, hogy szellemi dologgal pénzt keresni, és akkor rájöttem arra is, hogy hát a dolgozni az a fizikai munkát jelenti. Tehát, hogy aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy az embernek a pénzt nem fizikai módon kellene létrehoznia, megteremtenie, ezt a magyar nyelvben nagyon nem túl jól fejezzük ki, megkeresnie. Mert attól, hogy az ember valamit keres, attól nem biztos, hogy talál, nem? Hányszor fordult elő, főleg velünk férfiakkal, hogy valamit kerestünk, azt mégsem találtuk meg, nem? És akkor szóltunk a párunknak, hogy nem találom, azt mondtad, itt van. És akkor odajön és kiemeli, érted? Tehát nem biztos, hogy az ember, ha keres, akkor talál is. És hát ugye rájöttem arra, amikor szellemi munkával kezdtem el többet keresni, mint a fizikai munkával, mert kezdetben ez ugye a kettő párhuzamosan ment együtt, akkor én elhatároztam, hogy a fizikai munkát azt egy kettelésből akarom csinálni. És nem foglalkozásszerűen. De biztos, te imádod a fizikai munkát. De nem tudom, hogy végeztél-e, esetleg imádod a fizikai munkát, végeztél-e valami kutatást, saját kutatást avval kapcsolatban, hogy kik élnek magasabb jövedelemből. A fizikai munkások, vagy a szellemi munkások? Egyértelműen a szellemi munkások magasabb életszínvonalból élnek. És akkor ugye lehetne azt is kérdezni, hogy vajon az élet és az ember működésére melyikeknek van több tudásuk? Tehát mondjuk, kik tanulnak többet? Tehát a szellemi területen én azt tapasztaltam, hogy a szellemi területen, ha az ember boldogulni akar, akkor sokkal többet kell tanulnom, mint a fizikai munkához való tanulás volt szükséges. Tehát én emlékszem annak idején, amikor a szakmámat megtanultam, utána én végeztem olyan foglalkozást is, amihez nem kellett szakmunkás bizonyítvány, meg olyat is, ami bőven elég volt, hogy betanított munka. Ugye azért csináltam, mert ugye az elsőt, amit most elmondtam, nem a fizikai munkát, hanem mondjuk az autóvezetést, azért, mert éppen építkeztünk.
és a teherautó az jól jött az építkezésnél. Utána pedig azért csináltam az olyan jellegű fizikai munkát, ami betanított volt, hogy mert jobban fizetett. És hogy a családomnak több pénze legyen. És ugye ebben az időszakban, itt a betanított munkás időszakban találtam meg a szellemi foglalkozást, és akkor jöttem rá, hogy az nekem jobban passzol. És mondom, addig, míg szellemi munkával nem foglalkoztam, igazából fogalmam nem volt, hogy mi a különbség a kettő között. Tehát ha mondjuk te egész életedben fizikai munkát végeztél eddig, mármint onnantól, hogy felnőtt lettél, és esetlegesen szellemi munkával nem foglalkoztál, nem tudod összehasonlítani ezt a kettőt. Persze azt sem tudja összehasonlítani, aki szellemi munkával kezdte, és fizikai munkával nem foglalkozott, de én azt látom, hogy valahogy akik szellemi munkával foglalkoznak, az utána már nem akarnak főtevékenységben visszatérni a fizikai munkába. Nyilván vannak kivételek, de jellemző az, hogy nem akarnak visszatérni. És ugye megismerkedtem a szellemi munkával, és rájöttem arra, hogy hát a pénzt azt nem keresni kell, mint mondjuk egy ruhadarabot a szekrényben, és az ember férfiként nem találja, hanem teremteni. Tehát az azt jelenti, hogy van olyan szellemi kapacitásunk, amivel képesek vagyunk emberként pénzt teremteni, az nem azt jelenti, hogy itt az asztalon most nincs pénz, és nagyon oda szugerálni, mert és akkor hirtelen itt lenne pénz. Szóval nem erre gondoltam a pénzteremtést, hanem ugye arra gondoltam, hogy olyan cserét hozni létre, amire másoknak igényük vagy szükségük van. És ezáltal a cseréből az ember egy magasabb életszínvonalat éljen el, mint előtte. De ne értsétek félre, mert nekem a magas életszínvonal, vagy a magasabb életszínvonal, az nem arra kellett, hogy mit tudom én, gazdag legyek, vagy olyat vegyek, amit kevesen, vagy olyan értékbe vásároljak, amit ugye a kevés ember tehet meg. Én vettem olyan dolgokat, amit kevesen, de azért, mert én direkt kifejezetten olyan dolgokat szerettem venni, ami nem divat. Tehát ami nem divat. Tehát ami azt jelenti, hogy sok embernek olyan nem volt, de ez nem azt jelenti, hogy drága. Tehát attól, hogy valamiből kevesebb van, az nem azt jelenti, hogy drágább, mint amiből sok van, mert ugye egy piaci társadalom van, ami azt jelenti, hogy minél többet adnak el belőle, annál drágább. Nem tudom, világosan. Miért? Mert ugye a piacot az igény határozza meg, és minél jobban eladható, annál jobban lehet felemelni az árát. Nem tudom, ha esetleg ezt nem figyelted meg, akkor nem nyitott szemmel jársz a világban. Tehát ugye például a tőzsde az egyben erről szól, hogy minél nagyobb a forgalom egy bizonyos termékre vagy szolgáltatásra a tőzsdén, annál drágábban lehet eladni. Érted? És ma már ugye a tőzsde elmélet határozza meg a kereskedelmi értékesítést is. Hát gondold végig, hát hány olyan termék van a tőzsdén, amit kereskedelmi forgalomba adnak, vesznek. Ott kezdődik, hogy mondjuk búza, stb. Stb. Jó, tehát lényeg az, hogy én nem vásároltam olyan dolgokat, ami sokba kerül, és azért fut kevés, mert a legtöbb ember nem tudja megvenni.
Érted? És nem is érdekeltek az ilyen dolgok. Soha nem érdekelt a BMW, soha nem érdekelt az Audi, soha nem érdekelt a Mercedes. Érted? Két dologból, mert drágák, és másik az, hogy sok olyan ember használja, aki számomra nem szimpatikus. És ezáltal nekem nem kellett olyan, amit sok olyan ember használ, akik nem szimpatikusak. Szóval a lényeg az, hogy rájöttem arra, hogy a pénzt azt teremteni kell, de nem olyan mértékben, hogy az ember féljen attól, hogy mi lesz, hogyha elveszíti azt a hatalmas vagyont. Hát ezáltal ugye olyan sok félelem az életemben, hála Istennek, nem keletkezett, mint általában ugye embereknél szokott. És lényeg az, hogy olyan tevékenységgel kezdtem el foglalkozni a 90-es évektől, ahol olyan dolgokat gyújtottam az embereknek, amire az embereknek szükségük volt. És ezáltal arra is rájöttem, hogy hát ha igazából az ember jót akar magának, és fontos, hogy az ember jót akarja magának, mert hogyha saját maga jól érzi magát a bőrében, akkor a családjával is jobb viszonyban van, meg az emberekkel is jobb viszonyban van. És így ugye rájöttem arra, hogy olyan dologgal kell nekem foglalkozni, aminek része az emberek. Tehát magyarul emberekkel. És ugye nem emberekkel foglalkoztam közvetlenül, de közvetve emberekkel, ami azt jelenti, hogy azért foglalkoztam emberekkel, mert embereknek az a termék, vagy illetve az a szolgáltatás, az kellett. De nem az volt a fő tevékenységem, hogy embereket fejlesszek, hanem igazából sajnos, vagy hála Istennek még akkor csak az volt, hogy eladjunk szolgáltatást. És hát aztán szépen fokozatosan, ahogy ugye emberekkel foglalkoztam, embereket tanítottam, ugye 93-tól kezdtem el embereket tanítani, hát rájöttem arra, hogy hát az emberekkel való foglalkozásnál jobb nincs. Az emberek ezt nem gondolnák, hogy így van. Miért? Mert nem ezt látják a munkahelyen. Tehát azt látják, hogy a főnök a munkahelyen a zaklatottabb, mint a dolgozók. Magyarul, hát a főnöknek az a dolga, hogy foglalkozzon a dolgozóival valamilyen szinten, hiszen vezetőnek hívják. És ezáltal ugye ők azt látják, hogyha azáltal, hogy emberekkel foglalkozik, zaklatottabb, mint azok, akikkel foglalkozik, hát akkor biztos nem jó emberekkel foglalkozni. Hát de miért? Mert egy főnök a legtöbb esetben hát kapja ezt a pozíciót, és kapja azt a csoportot, amelynek a főnöke. És nem ő válogatja ki a csapatát. Tehát például egy nagyobb vállalat esetén az úgy működik, hogy mit tudom én, fölvesznek egy csoportba mondjuk 10 embert, de nem az a vezető veszi föl, aki a főnökük lesz annak a 10 embernek, hanem hát egy ilyen dologgal, felvételizéssel foglalkozó valaki veszi föl, akikkel a dolgozóknak azután gyakorlatilag semmi kapcsolatuk nem lesz. Mert ő ugye jobban meg tudja ítélni, hogy milyen dolgozóra van ott szükség, mint az, aki vezetné azokat az embereket. Ráadásul ugye ott
Hát bizonyára mindnyáján dolgoztatok, vagy valamilyen szinten mindnyáján dolgoztatok valami munkahelyen, voltatok alkalmazottak, ugye ritka az olyan, aki sose volt alkalmazott, hát én is voltam alkalmazott, és hát ugye láttam, hogy milyen az alkalmazotti lét, és hát azt is láttam, hogy egy alkalmazott az megpróbálja jól eladni magát, ha egy munkahelyet keres magának. És hát utólag meg kiderül, hogy hát nem olyan jó vétel volt ez az alkalmazott, tehát ő tényleg jól eladta magát, csak lehet, hogy nem kellett volna fölvenni. És ugye mivel voltam utána főnök is, ami azt jelenti, hogy cégtulajdonos, és cégtulajdonosként esetenként előfordult, hogy én vettem föl embereket. Hát és mindenütt azt tapasztaltam, hogy hát az alkalmazottak azok megpróbálják jól eladni magukat. Na most, hát ezáltal, ha egy főnök akár saját maga választja ki az embereit, az alkalmazottait, pont emiatt az elv miatt, hogy a dolgozók jól eladják magukat, a jelentkezők jól eladják magukat, és azt veszik föl, aki a legjobban eladta magát, és úgy mondanám, mert azt fogják fölvenni, az még nem feltételezi azt, hogy jól választott az illető. Érted? És egy kiváló alkalmazottja lesz. Nekem összességében több száz alkalmazottam volt, egyszerre a legtöbb az 130 valamennyi volt, annak idején, mikor pénzintézet vezető voltam, és de ugye az évek során ugye a fluktuáció miatt több száz ember volt alkalmazott. Hát ezáltal ugye megtapasztaltam sajnos azt, hogy valahogy az alkalmazott, tehát cégvezetőként, főnökként, hogy az alkalmazott az valahogy, én nem találtam igazán jó alkalmazottra az évek során. Hát én nem találkoztam olyannal, hogy igazán jó alkalmazott. Az azt jelenti, hogy az alkalmazottak azok mindig keresték azt a lehetőséget, hogy hát hogyan éppen ne kelljen dolgozni. Hát ezért csinálják az olyan munkahelyeket, hogy a főnök rálát a dolgozókra, hogy lássa, hogy ki dolgozik, ki nem. Jó, tehát én mondom, igazán lelkiismeretes alkalmazottakkal nem találkoztam. Így azáltal arra a megállapításra jutottam, hogy valahogy az nem az igazi működési területe egy főnöknek, egy vezetőnek. És nyilvánvalóan ebből kifolyólag a főnökök, vezetők nem elégedettek az alkalmazottakkal, és ezáltal frusztráltak a főnökök, és nyilván azt gondolják az emberek, hogy hát a vezetői lét az bizony nem jó. Én inkább maradok dolgozom, mert a franc akar olyan frusztrált lenni, mint a főnök. És akkor elmegy egy másik helyre, ahol szintén alkalmazott, ugyanezt látja, hogy a főnök frusztrált, még akár frusztráltabb is, mint az alkalmazottai. Igen ám, de én ezzel párhuzamosan találkoztam olyan lehetőséggel, ahol a vezető az egy különleges módon úgy válogatja ki a kollégáit, ugye a hagyományos szóval kifejezve, tehát a kollégáit úgy választja ki, hogy közben van egy szelektáció. Ami azt jelenti, hogy maguk az emberek kiválasztják magukat. Tehát van egy személyes kiválasztás, és van egy kiválasztódás, ahol kiválasztják magukat. Tehát ami azt jelenti, hogy akinek nem olyan a hozzáállása, az szépen kimarad. És
És vezetőként nem frusztrálja az embert annak az illetőnek a kimaradás. Nem gond, hogy pótolni kell, stb. Stb. Tehát lényeg az, hogy rájöttem arra, hogy van más vezetési folyamat is, ami azt jelenti, hogy lehet az ember olyan vezető, amit imádhat, érted? Hát azért úgy megkérdezném tőletek, hogy ugye az imént kérdeztem, hogy kik keresnek át, kiknek magasabb az életszínvonaluk, a szellemi munkásoknak vagy a fizikai munkásoknak. Ugye mondtátok, hogy a szellemi munkásoknak, ugye most megkérdezném, hogy úgy általánosan kiknek magasabb az életszínvonaluk, a beosztottaknak, vagy pedig a vezetőknek, főnököknek. Hát egyértelmű, ugye a vezetőknek, főnököknek, és ugye általánosan mennyivel magasabb? Hát sokkal, tehát nem kicsivel, hanem sokkal, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk kétszer-háromszor magasabb az életszínvonaluk. De ugye az életszínvonal az egy dolog, de azért manapság egy olyan világban, ahol van éves szint, vagy havi szinten mondjuk 8-10%-os infláció, azt mondják, hogy éves szinten, mondom havi szinten 8-10%-os infláció, hát azért nem árt, hogyha az embernek az életszínvonala az nem stagnáló, hanem növekvő. Tehát az nem árt. Sőt, legalább mondjuk ilyen mértékben növekvő, mint amilyen mértékben nő az infláció éves szinten. Szóval lényeg az, hogy rájöttem arra, hogy itt van más lehetőség. Tehát rájöttem arra, hogy az emberek ki tudják magukat válogatni, sőt, a vezetők is kiválasztják magukat. És egy teljesen olyan humán tevékenységgel tud az ember foglalkozni, ahol nincsenek azok a frusztrációk, mint amit mondjuk egy munkahelyen az ember beosztottként vagy főnökként megél. Ráadásul ugye a munkahelyeknek, vállalkozásoknak olyan problematikájuk is van, hogy korlátozott a jövedelem növekedés, és hát az nem baj, hogyha az ember nem igazán van korlátozva. És hát ugye rájöttem arra, hogy ugye most egy bizonyos dolog felől közelítettem, és ez az életszínvonal, de igazából ez azért fontos, hogy az embernek legyen egy megfelelő életszínvonala, hogy a boldoguláshoz az az akadály elháruljon, hogy az ember nem érzi magát anyagi biztonságban. És ez nem is nekem volt sose probléma, ez az anyagi biztonsági kérdés, hanem a nejemnek, tehát a feleségemnek. És ugye sok esetben én azt láttam, mióta emberekkel foglalkozok, hogy a hölgyeknek ugye ez az anyagi biztonság, ez mennyire fontos, és mennyire tudnak hát rossz hangulatba kerülni azáltal a hölgyek, hogyha nincs meg az az anyagi biztonság. És ezáltal hatni a párjukra, feltételezve, hogy az férfi természetesen, hogy hát arra a férfira, hogy a párjára, hogy hát ő is azáltal, hogy a párja, feltételezve az, hogy nő, ezáltal ugye frusztrált, és így a férje is, a párja is frusztrált lesz. Jó, tehát lényeg az, hogy hát ugye én ebben a párkapcsolati kérdésben azért egy kicsit konzervatív vagyok. Szóval lényeg, hogy hát ha a nő zaklatott az anyagiak miatt, akkor azt tudja, hogy zaklatottá teszi a párját. Ott biztos. Jó, tehát uraim, egyetértetek? Ha látnátok, hogy a férfiak hogy bólogatnak. Szóval, ugye ezáltal én úgy gondoltam, hogy nekem kutya kötelességem,
férfiként, hát megteremteni oda-haza az anyagi biztonságot. Igen ám, de ez nem mindegy, hogy mivel. Hát nekem alapvető dolog, hogy nem tudom, jártál iskolába? Muszáj volt, igen. Szóval én is jártam. És nagyon nem szerettem azokat a tárgyakat, amelyik nem érdekeltek, érted? Nem tudom, te hogy voltál ebben, de én nem. És hát ami nem érdekel, tehát nem szerettem, inkább úgy mondanám, nem szerettem tárgyakat, abba utáltam annak a tanulását is. Nem tudom, te hogy voltál ebben. Viszont azokat a tárgyakat, amit szerettem, ott képes voltam arra, hogy előre tanuljak, érted? Tehát ugye a könyvben jóval előrébb jártam, mint ahol a tanár tanított. És akkor ugye még innen a iskolákból jött az, hogy hát az embernek nem talán olyannak kellene foglalkozni, amit szeret. És én úgy gondoltam, hogy ha már az életszínvonalról gondoskodik egy férfi, akkor nem olyan dologgal kellene gondoskodni, amit szeret is csinálni. Hát most gondold végig, hogy nem tudom, te mennyire szereted azt, amit csinálsz. Hát, ha sokkal jobban szeretnéd, biztos sokkal jobb kedvűen csinálnád azt a dolgot. Érted? És ez most független, hogy férfi vagy nő, mert ez mindenkire igaz. És ráadásul ugye mit látok, ugye az embereknél általánosan, hogy hát általában amit szeretnek csinálni, abból nem élnek meg. Ezért olyan dolgot kell csinálniuk, amit ugyan nem szeretnek, de legalább megélnek belőle. Érted? És ez a két dolog, hogy szeressék is azt, amit csinálnak, és megéljenek is belőle, az ritkán jön össze. Van, akinek összejön, természetesen nem mondom, hogy nem jön össze, de nem sűrűn jön össze. De miért nem? Ugye van egy olyan dolog, hogy az ember, amikor megismerkedik valamilyen foglalkozással, ugye van két probléma. Ugye az egyik probléma, hogy mennyit fogok vele keresni, nem? A másik probléma az, hogy mennyire fogom szeretni. Mert amit szeret az ember csinálni, azt meg tudja tanulni, hogy jól csinálja. Érted? Tehát amit te szerettél, például amikor tanultál iskolában, és szerettél tantárgyat, abból biztos nem bukdácsoltál. Egyértelmű? És ez ugyanígy igaz a foglalkozásra. Miért nem hiszed el ezt? Hogyha valamivel foglalkozol, és megszereted, akkor azt jól fogod csinálni. Vagy lehet, hogy azért fogod megszeretni, mert jól csinálod. Most mindegy, honnan nézzük a dolgot. Érted? Tehát azt gondolják az emberek előítélet alapján, hogy emberekkel nem jó foglalkozni, vagy túl nehéz foglalkozni. Vagy találkozik sok olyan emberrel, aki csak problémát okoz neki, tehát problémát okoz neki, és azt gondolja, hogy hát a franc akar problémázó emberekkel dolgozni. Hát most gondoljátok végig, hogy mi azt csináljuk, hogy gyakorlatilag szűrjük az embereket, kiválogatjuk az embereket. Ők választják egyébként ki magukat, de az azt jelenti, hogy olyan emberekkel dolgozunk, hála Istennek, akivel az ember szívesen együttműködik, érted? És olyanokkal, hála Istennek, nem kell dolgozni, akivel nem működünk szívesen együtt. Érted? Na most gondold végig, hogyha neked mondjuk mindig olyan emberekkel kellene kapcsolatban lenned, akikkel szívesen vagy együtt, szívesen kommunikálsz, érted?
És nem csak régebről, hanem újabbról. Mi lenne, hogyha mondjuk most vannak barátaid, ezt úgy képzeld el, mintha lennének, vagy vannak barátaid, és akkor ugyanúgy lennének új és új barátaid, érted? Barátaid. És akkor úgy, és akkor már nem annyi barátod lenne, amennyi most van, hanem már sok barátod lenne. És egyre több és több, és azokkal kellene együttműködni, és nem olyan emberekkel, akiket ránézel és már utálod. Érted? Szóval lényeg az, hogy egy olyan lehetőség van itt számunkra, ahol ez így működik. Egy olyan különleges lehetőség, ahol gondold végig, az emberek, tehát olyan emberek vannak itt, akik akarnak fejlődni. Ez a szűrő. Ha te nem akarsz fejlődni, köszönjük szépen, nem kérünk belőled. Érted? Milyen egyszerű. Akkor nagyon örülünk, hogy vagy, csak ne közöttünk. Ilyen egyszerű. Érted? Viszont ha valaki szeretne fejlődni, vagy akar fejlődni, hát akkor itt a helye. Ennél kedvezőbb fejlődési lehetőséggel a bolygón úgysem fogsz találkozni, nyugodtan keresgéljél, csak vesztegeted az idődet. Na most mondok egy olyan dolgot, amit régen mondtam. Ez még nem régi rész. Négy területen lettünk piacvezetők a vezetésem alatt. Tudod miért? Lettünk mind a négy területen piacvezető. Abból három pénzügyi terület volt. Tudod, miért lettünk minden, a mostani területen is piacvezetők vagyunk, amit csinálunk. Tudod, miért lettünk mind a négy területen piacvezetők? Mert úgy sikerült kialakítanom mindig magát az üzletet, az üzleti részt, ami teljesen egyedi volt. Érted? Az első területen, a lakás biztosítás értékesítési területen lettünk piacvezetők. Tudod mi miatt? Hogy a lakás biztosítás értékesítési területen senki nem dolgozott előttünk hálózatépítéssel. Világos voltam. Utána önkéntes, mondom, önkéntes, nem magánnyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztári területen úgy levertük azokat a nyugdíjpénztárokat létszámba, akik mögött bank vagy biztosító volt, mint a húzat. Úgy lehagytuk. Tudod miért? Mert rajtunk kívül senki nem dolgozott, nem értékesített hálózatépítésben nyugdíjpénztárat. Világos voltam? Majd önsegélyező pénztárt is nulláról, ugyanúgy, mint a nyugdíjpénztárt elindítottunk, mármint annak a szervezését, a tagszervezését, ezt úgy hívták. És nálunknál akkor már jóval nagyobb önsegélyező pénztárok voltak, és tudod miért lettünk a legnagyobbak? Mert rajtunk kívül senki nem értékesített hálózati értékesítéssel. Oké? Okay? Ja, de te utálod a hálózati értékesítést? Ja, hát ha utálod, akkor menj olyan helyre, ahol sosem lesznek nagyok. Érted? Ilyen egyszerű. És ráadásul, mivel hálózatépítésben csináltuk, olyan eredményeket sikerült elérni a nyugdíjpénztár, vagy az önsegélyező pénztári szervezésben, hogy azóta se tudták lepipálni. Érted? De hát te azt mondod, hogy a hálózati értékesítés az rossz. Aha.
ha etikátlanok a tulajdonosok. Oké? Okay? A hálózatépítés területén a PPH 94-től folyamatosan itt van. Volt egy előző cégünk, de az csak ugye másfél évig működött, és abból, ugye azt eladtuk, és abból, nem abból, abból nem lett, hanem ugye létrejött a PPH 94-től. Érted? 94-től. És 94-től hálózati értékesítésben értékesítünk, és 94-től lettünk háromszor piacvezetők. Érted? Mert a negyedik, az első piacvezetői pozíció még az előző cégemből volt, amit eladtam. Szóval a lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy itt 94-től hálózati értékesítésben értékesítettünk, mindent, amit értékesítettünk, amit főtevékenységben értékesítettünk, és abból akartunk ugye nagy eredményeket elérni, abban mind piacvezetők lettünk, és tudod, minek köszönhető? A hálózati értékesítésnek. Ugyanígy. Most tanulunk. Van egy szolgáltatásunk, de kell, azért elmondanám, hogy kellett a hálózati értékesítéshez. Ugye a legelső hálózati értékesítésnél ott az csak rövid ideig voltunk, hiszen mondom, másfél éven belül az a cég el lett adva. Tehát ott rövid ideig voltunk piacvezetők, ma azt azon túlléptünk. De 94-től évekig voltunk piacvezetők, érted? És azóta sem tudták lepipálni ezeket a piacvezetői pozíciókat, még azon a területen pedig működnek önkéntes nyugdíjpénztárak, működnek önkéntes önsegélyező pénztárak, de létszámban nem tudták elérni azt a szervezési eredményt, amit az én vezetésemmel elértünk. És ugye van még egy dolog. Az, hogy olyan szolgáltatásokat kerestem, amire az embereknek igényük volt. Érted? Igényük volt, és megkaphatták azt ugyan máshol is, de nem jobb feltételekkel. Érted? Tehát mi nekünk az jobb feltétel mindig az volt, hogy te amellett, hogy igénybe vettél egy szolgáltatásunkat, te jövedelmet is létrehozhattál. Érted? Méghozzá egy olyan dologból, ami nem olyan, hogy az ember utálja csinálni. Érted? Tehát maga a hálózati értékesítés a világon, bármit értékesítenek benne, az azok részéről, akik értékesítenek, tehát mondom, bármit értékesítenek benne, még akár etikátlan dolgot is, bármit értékesítenek benne, azt látni, hogy azok az emberek, akik értékesítenek, azoknak a többsége az ilyen lelkes. Lelkes. Tehát lelkesen értékesíti. És itt van nekünk egy szolgáltatásunk, ami a világ legnagyszerűbb szolgáltatása, ami valaha volt, vagy ami várhatóan lesz. Érted? Miért a világ legnagyszerűbb szolgáltatása? Mert embereknek tudunk abban segíteni a tudással, a tudás révén, hogy az életüket könnyebbé, boldogabbá tegyék. Érted? És ha az ember úgy működik, hogy az életét könnyebbé, boldogabbá teszi, akkor itt vannak ezek a területek, mi gondoskodunk arról, hogy ezeken a területeken boldogabbá tegye az életét. Érted? És ha elakad, segítünk nekik abban, olyan formában, hogy itt
nyilván tanácsokkal, nem megoldunk helyettük dolgokat, tanácsokkal, hogy mit tegyenek, hogy azon a területen boldoguljanak. És ez azt jelenti, hogy olyan dolgokkal segítünk, amiért leszülettünk, gondold végig. Az ember nem boldogtalanságért született. Vagy azt gondolja valaki magáról, hogy hát nekem azért kellett leszületni, hogy boldogtalan legyek ebbe az életbe. Hát ez eléggé depressziós hozzáállás, csak úgy mondanám. Szóval, ha valaki ezt gondolja. Tehát ugye a legtöbb ember biztos, hogy azt gondolja, hogy hát azért születtem le, hogy boldogan éljem az életemet, nem? És hát ahhoz képest, hogy nem boldogok az emberek? Hát nyilvánvalóan azért, mert ezek a területek problémákat okoznak, nem? És nem tudom, tapasztaltad-e, hogyha bármely területen az életedben problémák vannak, akkor az tudatlanság következménye. Tehát tudatlanság következménye. Hát biztos azt is tapasztaltad, hogy ha valamilyen területen van tudásod, akkor az sokkal könnyebb boldogulni, mint ahol nincs. És ugye mi segítünk abban az embereknek, hogy ezeken a területeken boldoguljanak. De igazából, hát itt van egy kényszerítő hatásunk is. Ez a kényszerítő hatáshoz egy kicsit visszalapozok ide. Az, hogyha az emberek nem kezdenek el boldogulni a bolygón, azáltal jobb hangulatúvá válni, hát akkor bizony erre az emberiségre nincs szükségük a fentieknek. Milyen fentieknek? Nem annak a 13 családnak, vagy annak a 300 családnak, gondolom, mint fentieket, jó? Hanem akiket úgy szoktunk hívni, hogy Isten vagy Istenek. Érted? Tehát gondold végig, ez olyan, minthogyha mondjuk lennének valami állataid, abból a célból, ilyen kis valami pici állatokra gondolj, abból a célból, hogy valami jót tegyen. Érted? Tehát bármilyen jóra gondoljunk, mindegy. És azok csak kárt okoznának. Mit csinálnál azokkal az állatokkal? Hát vagy elpusztítanád, nem? Vagy túladnál azokon az állatokon, nem? Azt mondanád, hogy jó, hát akkor boldogítson ezek az állatok valaki mást, nem? És hát az a helyzet, hogy ez az idő eljött. Igaz, hogy mi nem állatok vagyunk, hála Istennek, de sokszor úgy működünk emberek, mintha azok lennénk. És hát ugye nem vagyunk állatok, de mi is egy céllal itt létre lettünk hozva. Tehát amikor te beszerzel valami állatot, vagy állatokat valamilyen céllal, érted, és csak kárt okoznak neked, akkor azért, hát gondold végig, amikor beszerezted, akkor azért egy kicsit magasabb szellemi szinten vagy, mint azok az állatok, nem? És amikor túladsz rajtuk, akkor is magasabb szinten vagy, mint azok az állatok, nem? Bár azért már sok esetben az embereknél ez megkérdőjelezhető. És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugyanezt képzeld el, hogy itt vagyunk, mi létre lettünk hozva, benn vagyunk egy ilyen nagy állatkertbe, tudod, amit úgy hívnak, hogy föld, és hát bizony, nem egészen úgy működünk, mint amit várnak tőlünk. Nem egészen. És hát bizony megteremtették azt a lehetőséget, hogy túladjanak rajtunk, érted? Vagy azt, hogy esetlegesen elpusztítsanak minket. Mert
elegük van abból, hogy mi nekünk itt romlik a hangulatunk, és ebből a hangulatromlásból egyre több baromságot művelünk. Mi emberiség. Tehát nem mi PPH-sok, hanem a maga az emberiség. Már elegük van abból, hogy írtják a növényzetet, érted, és egyre kevesebb a oxigén termelő fa, stb. Stb. Akkor ugye nem csak a fák termelnek oxigént, hanem az algák is az óceánban. Ráadásul azok is írtódnak a vegyszerek hatására, ugye azok elég érzékenyek erre a kérdésre. Tehát ami annyit jelent, hogy egyre kevesebb és kevesebb az oxigén, és egyre több az olyan, ami nem oxigén a légkörben. De hát ugye ez egy dolog, de hát ez az emberiségnek köszönhető az, hogy nincsenek fák. Nem kipusztultak a fák, hanem ha kipusztultak, akkor nem ültettük újra. Érted? Vagy elégettük, mert hát, mit tudom én, erre a célra, vagy egyszerűen felhasználtuk erre a célra, vagy amarra a célra. Érted? Tehát gyakorlatilag egy olyan világban élünk, ahol éljük föl az erőforrásainkat, nem? Szó szerint. Tehát hát azt mondhatnánk, hogy olyanok vagyunk, mint egy kártékony rákcsáló egy kertben, nem? Vagy kártékony rákcsálók egy kertben, nem olyanok vagyunk? Mi emberiség? Nyilván vannak jó emberek, akik ez kevésbé mondható, de az emberiség nagy része, főleg itt a fehér faj, ezen a téren az talán elég katasztrofális. Hiszen akárhogy nézzük, a bolygó energia felhasználásának a 70%-át a fehér faj használja fel. Na most, tehát így megnézzük ezeket a dolgokat, hát ugye felkészültek a fentiek a következő lépésre, ami azt jelenti, hogy vagy ugye az emberiség elpusztítása a következő lépés, vagy ugye deportálása. De deportálás az ne úgy képzeld el, hogy magád a testedet deportálják, hanem a lelkedet. De az elpusztítást ne úgy képzeld el, hogy a lelkedet pusztítják el, hanem a testedet. Érted? Tehát ugye mivel a lélek elpusztíthatatlan, ezért ugye ez olyan folyamat tud lenni, hogy a testek elpusztítása, és más bolygóra telepítése, ami nem itt a naprendszerben van, hanem valahol jóként az univerzum szélén. És gyakorlatilag ez nem ijeszgetés. Ez egy terv. Érted? Tehát amikor a fentiek tervet készítenek, akkor minden esetőségre felkészülnek. Érted? Arra is, hogyha valami bejön, vagy arra is, ha valami nem jön be. Érted? És mi van akkor, hogyha ez bejön, bármint az, hogy az emberiség egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerül, egyre több a pusztítás, stb., akkor erre az emberiségre itt, amit úgy neveznek, hogy naprendszer, nincs szükség. Ezért ugye azt az utat is kitalálták, tehát ez olyan, mint mikor van egy körforgalom, érted? Betorkolik egy széles út a körforgalomba, és mennek a körforgalomba az autók, de a körforgalomba csak egy kivezető út van. Érted? És az nem széles, hanem az keskeny. És akkor lehet azt csinálni, hogy így jójózni a körforgalomba, tudod? Vagy lehet azt csinálni, hogy kimenni azon az egy úton. De hát a legtöbb autó nem akar kimenni, mert az földút. És ők úgy jól érzik magukat ott a betonon, hogy ott köröznek, mint a mérgezett tegerek. Mert ugye a földút az ezt jelenti, hogy kicsit rázós, tudod? De legalább az ember halad. És itt vagyunk most egy ilyen helyzetben, mi emberiség, hogy az embereknek a kényelem kell. Az meg nem kényelmes, hogy mozduljunk már ki a komfortzónánkból, és tanuljunk egy kicsit. Érted? Na most gondold végig, hetente
mondjuk átlagosan tanulni mondjuk 7 órát, hú, hát ez egy bazi nagy megrázkodtatás. Az egy világkatasztrófa. Érted? De mégis, ha van akinek az, ha neki kell mozdulni a komfortzónából. Hát ő az alatt nem tud tévézni. Képzeld el? Nem tud. Vagy nem tud valami más baromságot csinálni, érted? Éppen csetelni a hülye ismerőseivel, érted? A Facebookon. Akik hülyébbnél hülyébb témákat dobnak föl. Hát és ez egy megrázkódtatás. Hát a komfortzónából ki kell esni. Hát most képzeld el, hány olyan ember van, főleg férfiak, akik hazamennek a munkából, mondjuk olyan 5-6 óra környékén, ugye ha egy műszakban dolgoznak, és utána azt mondják, hogy hát én annyit dolgoztam, nehogy már bármit is csináljak. És akkor úgy régen úgy működött, hogy leálltak, vagy leültek újságot olvasni, na most már nem újságot olvasnak, hanem előveszik a távirányítót, tudod, ezt nyomkodják. Hát, ha találnak abból a 500 csatornából egyet, amit megnézhet, érted? Szóval, ha meg nem így működik, mert hát ő már fejlettebb műszakilag, akkor meg odaül a számítógéphez. Azt ott nézi a baromságokat, érted? De hát ugye manapság, nem tudom mennyire figyeltétek meg, hát én szoktam elmenni busz megállók, villamos megállók mellett, ugye én Budapesten lakom, és szoktam figyelni, hogyha ott állnak nem csoportosan, hanem így egyesével egy-egy fiatal ember vagy fiatal nő, akkor mit csinálnak ott, míg várakoznak a tömegközlekedésre? Hát én nem látok szinte olyan fiatal nőt, aki ne a telefonját basztatná. Nem tudok mást mondani rá, szebben is ki lehetett volna fejezni, természetesen. Érted? Nem látok mást. És fogja, akkor teszi el, amikor jön a villamos vagy a busz, érted? Addig ott nyomkodja. A fiatal férfiaknál jobb a helyzet. Ott körülbelül minden második a telefonjával foglalkozik. De komolyan nem látok, ha egyedül van egy hölgy, egy megállóba fiatal, nem látom, hogy ne a telefonját nyomkodná, érted? Ugye ilyeneket csinált régebben a nejem, mikor meglátta, hogy valaki a telefonját nyomkodja, nyilván ismerősökről van szó, akkor gyorsan oda ment és össze-vissza nyomkodta a telefonját, és akkor az illető nem győzte visszaállítani. És akkor eszembe jut mindig ilyenkor, na ezt kéne vele is csinálni. Szóval egy ilyen érdekes világban élünk, ahol ilyen érdekesen működő emberek vannak, akiknek az a legfontosabb dolog, érted, hogy a lehúzó híreket elolvassák, érted? A manipuláló filmeket megnézzék, érted? Közben mindenféle együgyű reklámból próbálnak tájékozódni, érted? Na most ez az emberiség feladata? Hát hagyjuk már! Dehogy is ez a feladata. Hát miért vagyunk itt? Mi emberek? Hát nem azért, hogy a telefonunkat nyomkodjuk, nem? Meg hogy üljünk egy monitor elő, és bámuljuk, érted? Még pislogni is elfelejtsünk közben. Érted? Nehogy valami részletről kimaradjunk, tudod? Pislogás közben.
Ezért születtünk? Hát ugye kezdik bevezetni ezeket a virtuális, már reklámban is látni ilyet, hogy ugye reklámban ott van is ilyen virtuális szemüveg, de hát ez nem szemüveg, valami hatalmas készülék van a fején. És ugye én azért szoktam csak ránézni ilyenekre, hogy legalább lássam, milyen hülyeséggel manipulálják az embereket. És ugye kezdik ezt bevezetni, egyre többen már így játszanak, hogy ilyen baromságot a fejükre raknak. Hát erre azt mondom, hogy kár volt megszületni. Miért? Hát mert a létközi állapot az egy virtuális valóság, érted? Tehát amikor előző életedben meghaltál, akkor beleraktak egy virtuális valóságba, egy tök olyan virtuális valóságba, mint amit ez a szemüveg hoz létre, érted? Ami azt jelenti, hogy nem a valóságot élik az emberek a két létközi állapotban, hanem egy egyszerű virtuális valóságot. Hát hogyha virtuális valóságra vagy kíváncsi, akkor mi a szarnak születtél meg? Érted? Nem kellett volna megszületni. Még el lehettél volna a létközi állapotban lévő virtuális valóságban, és akkor nem kellett volna se kajálnod, se piálnod, se vécére menned, maradhattál volna folyamatosan éveken, évtizedeken keresztül a virtuális valóságodban. Érted? Minek születtél meg? Tehát csak hogy lássátok ezt a dolgot. Tehát hogyha még egyszer mondom, ha neked lenne egy kerted, és ott lennének nem kívánatos dolgok, amelyik ott burjánszanak, érted? Akkor ezt megszüntetnéd, nem? És az emberiség most itt ilyen nem kívánatos burjánzásokat csinál. Ilyen. Covid. Nem? Meg. Háborús veszélyhelyzet, meg. Majom hímlő, vagy majom hímlő, tudod? Hát tényleg benne van, hogy lő, tudod? Szóval, és az emberek azok el vannak ezekkel az információkkal, na? És akkor fogják, felkapják ezt az infót, na? Információt, és akkor erről beszélgetnek. Ha jaj, mi lesz velünk? Ha jön az a fránya himlő, na? Hát az a rohadt majmok, gondold végig. Hogy miket el nem kapunk tőlük, hát ez szörnyű. Nem? És gondold végig. Szóval egyszerűen csúcs. Egy olyan érdekes helyzet ezért, hogy az azt mondja az ember, hogy tudod, hogy mondták, hogy süsű. Jó, tehát, és akkor vannak a másika, hú, hát a szuperfejlettek. Hát azok is vannak, tényleg, nem találkoztam még velük? Ilyen szuperfejletnek képzelik magukat, tudod, hogy ők azt nem tudnak mindent. Ők tudják azt, hogy majd lejön Jézus és rendet rak. Kezded el? Vagy lejönnek majd az ufók, és rendet raknak. Ők azt tudják. Vagy lejönnek az istenek, hát attól függ, milyen szemszögből nézik, érted? Milyen hovatartozással gondolják ezt az egész, hát majd lejönnek, és akkor rendet raknak. Hát te hogy szoktál rendet rakni a kertedbe?
várod, hogy hát majd, hát ha jön egy olyan bogár, ami lerágja a gyomokat. Nem? Így szoktál rendet rakni? Nem? Vagy hát ha ez lesz, hát ha az lesz, és akkor majd rend lesz a kertedbe. Így szoktál rendet rakni? Hát kinek lett már így rend a saját kertjébe? Vagy a lakásodban lett már így rend? Hát ha jön valaki és kitakarít, nem? Honnan? Honnan jönne? Érted? Ha te nem kéred meg, vagy nem fizetsz neki, akkor nem fog jönni. Oké? Hát egy olyan világban vagyunk, ahol az embereknek, mintha, hát mondjuk egy olyan 7 éves ember tudatossági szintjén lennének. Körülbelül. De a 7 éves ember az még mintha jobban működne, mint a felnőttek. Szó szerint. Főleg akinek van gyereke, ezt tudja is. Tehát szó szerint azt lehet látni, mintha az embereknek elment volna az eszük. Ja, és akkor nincs szükség. A tanulásra? Aztán nincs szükség. Olyan jól mennek itt a világban a dolgok, mindenkinek, mindenhol, de nincs szükség. Hát én meg pont ellenkezőleg. Mit gondolsz, mi lettünk piacvezetők? Miért mi képezzük a legtöbb embert? Érted? Akik rendszeresen képezik magukat. Ma Magyarországon. Miért? Hát már tudjuk azt, hogy igenis arra, hogy az ember boldoguljon az életben, arra szükség van. Érted? És ha te azt gondolod, hogy nincs rá szükség, akkor te nem ezen a világban élsz, érted? Akkor téged sikerült bepalizni a médiának. Nagyon jó, rát vagy verve. Hát gondold végig, simán lehet azt mondani, hogy havi 10%, hát hogyha hetente mész vásárolni, akkor azt veszed észre, hogy hétről hétre emelkednek az árak. Érted? Ja, mert te elhiszed, hogy éves 10%-os infláció van, hát az a te bajod. Hát ilyen egyszerű. Mert ez a hivatalos adat, hogy éves 10%-os infláció van. Aha, soha nem láttam olyat, hogy hétről hétre egyre drágább minden. Soha az életem során. Nem tudom, ti emlékeztek ilyenre? Nem. És ha idősebb embert megkérdeznének, mint én, az is azt mondaná, hogy nem. Világos ez? Tehát gondold végig, hogy egy olyan világ van, ahol be vannak palizva az emberek. Szó szerint. És azt gondolod, hogy visszakapod azt a múltat, ami volt? Hogy dörzsölted a tenyeredet? Hogy jaj, de jó! Hát vége a Covidnak! Tehát ami azt jelenti, hogy vége az egészségügyi, vagy mi a szar? Érted? Veszélyhelyzetnek. Hát, és akkor mit kaptunk a nyakunkba? Háborús veszélyhelyzetet. Hát ez sokkal durvább. A háborús veszélyhelyzet. Sokkal, mint ez az egészségügyi vacak. Putyinék meg jót röhögnek rajtunk, érted? Hogy ezek a hülyék, ezek a hülye magyarok, érted? Háborús veszélyhelyzetet hirdettek ki, az kutya se akarja őket megtámadni. Érted? Ja, Istenem, szóval egy érdekes világa, mi világunk. Tehát ezen a bolygón nem csak az a, tehát mi az a földút ott a körforgalomnál, tudod? Az a földút, az az aranykorba fejlődés. Tehát vagy befejlődik az emberiség az aranykorba, vagy az emberiség egy része, hát vagy ez a föld nevű bolygó megy a süllyesztőbe.
Na akkor ugye megkérdezném, hogy viseled a halált? Ez a kérdés. Ha nem jól, akkor nagy bajba leszel. Oké? És én tudod, mit látok? Hogy akik nem tanulnak itt, azok baromi szarul viselik el a halált. Tényleg. Érted? Akik viszont itt tanulnak, hát százszor könnyebben viselik el. Érted? Miért? Mert értjük az élet működését, és értjük az ember működését. És te el tudod mondani magadról, ha itt nem tanulsz, ha itt nem tanulsz, hogy te érted az élet és az ember működését? Ki vagy csukva, hogy ebből ezt azt mondta, hogy érted. Gondolhatsz magadról akármit? Én meg tudom, hogy nem ismered az élet és az ember működését úgy, ahogy kellene. Tehát itt azt fogod megtapasztalni a jövőben, hogy nem győződ majd a temetéseket intézni. Érted? Vagy nem győződ temetésekre menni. És hogy fogod ezt kezelni? Ja, biztos frankon, hát majd elválik. Ja? Miért? Nagyon egyszerű. Hát gondold végig, havi 10%-os infláció, havi 10%-os pénzromlás. Ez ezt jelenti. Az azt jelenti, hogy az emberek elszegényedése elkezdődött. És mit fognak tenni az emberek nagy része, amikor nem lesz pénzük vásárolni? Hát gondold végig, a legtöbb embernek az az élmény, a szórakozás, hogy pénzt költhet valamire. Érted? Hát azt gondolják, hogy az az élet, akkor vagyunk boldogok, akkor érezzük jól magunkat, ha költhetünk pénzt. És most nem a rezsire gondolok, érted? Hanem a plusz pénzköltésre. És egyszerűen élvezik a pénzköltést. Anyám pont ilyen volt. Tényleg. Míg megtehette ezt természetesen. Hogy egyszerűen neki az volt az élvezet, hogy költi a pénzt. Érted? És ha megnézed, az anyagi világban lévő embereknek az az élvezet, hogy költi a pénzt. De az is pénzköltés, ha vesz valamit, az is pénzköltés, hogyha elmegy valahova és az pénzbe kerül, pénzköltés. Érted? Sőt, sokan úgy költik a pénzt, hogy nincs is annyi pénzük, amennyit elköltenek. Hitelt vesznek föl rá, hogy pénzt költsenek, hogy jól érezzék magukat, hogy pénzt költsenek. És közben ott van egy születési dátumod, amiben benne van, hogy miért születtél erre a bolygóra. De hát ez biztos téged nem érdekel. Az tök mindegy, miért születtél. Miért akarsz egy rövid életet, és egy nehezebb következő életet? Miért akarsz? Mert ez a törekvés, hogy neked egy rövid életed legyen, és hát sajnos egy nehezebb is lesz. Miért? Mert nem teszed ebben az életedben azt, amit tenned kellene. Hogy mit kellene tenned, az is benne van a születési dátumodban. És biztos, hogy nem azt afelé haladsz a munkáddal, amiért leszülettél. És biztos vagyok benne, hogy nem egészen azt a munkát végzed, ami benne van a születési dátumodban. Én biztos vagyok ebben. Tehát ez ott van bekódolva, csak ki kell olvasni. Nagyon egyszerű. És ha valaki itt például tanul, ezt ki tudja olvasni. A sajátjából is, meg másokéból is. Sőt, most gondold végig, mondjuk bemutatkozol,
hogy hogy hívnak, és mit tudom én, mondjuk negyed óra után megmondjuk, hogy ki vagy, milyen a személyiséged, érted? Negyed óra alatt, nem biztos, hogy ezt neked direktbe fogjuk közelni, de tudjuk, hogy kire számíthatunk, hogy milyen a személyiséged. Csak úgy mondanám, hogy gondoljátok végig, szervezés, Facebookon ott a neve. Oké? Megtudjátok abból a névből, hogy milyen személyisége van. Oké? Negyed, pár perc, minél gyakorlattabb vagy, annál hamarabb megtudod. Oké? Max 15 perc. Ja? No szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk, és keresünk olyan embereket, akik ha szeretnének haladni a küldetésük irányába. Keresünk olyan embereket, akik szeretnének olyan feladatot végezni, ami a küldetésük felé haladást segíti. Keresünk olyan embereket ezáltal, akik szeretnének fejlődni, tanulni. Érted? És természetesen olyanokat is keresünk, akik emellett azt sem vetik meg, hogy esetleg olyat csinálhatnak, amit szeretnek, és biztosíthatják azt maguknak, hogy ne legyen anyagi problémájuk. Érted? Tehát, hogy ez neked nem kell, az nem az én gondom. Meg nem is a mi gondunk, hanem a tiéd. Tehát, hogyha azt te nem gondolod, hogy úgy van, hogy itt aranykornak kell lenni 35-re, 2035-re, azt nem gondolod azt, hogyha itt nem lesz aranykor, akkor az élet megy tovább, érted? Vagyis azt gondolod, hogy az élet megy tovább akkor, ha itt aranykor lesz, és azt gondolod, hogy ott ez a dátum, ez. Semmit nem jelentett, ez úgyse igaz. Figyeld! Én tudom, hogy nekem lesz igazam, hogy egyszerűen meg se éled ezt az időpontot. Érted? Ezáltal nyilván nem fogsz meggyőződni arról, hogy itt lesz-e aranykor vagy sem. Világos ez? De nekünk az a dolgunk, hogy ezen a bolygón aranykor legyen, és ezt meg is fogjuk csinálni. Jó? Úgyhogy mindenkinek ehhez kívánok személyes hozzájárulást. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a nagyszerű előadást. Elmondhatom, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem a tanulmányaimat a Nyílt Akadémiánál, és azóta is tanulok. Azt javaslom neked, hogy gondold át, hogy vajon van-e véletlen, és ha nézed ezeket a videókat, ha úgy gondolod, hogy nincs, és tetszenek az előadások, akkor csatlakozz hozzánk, hisz ebben az esetben nem csak ingyenes előadásokban elhangzó információkat, hanem a hétköznapokban használható, és közérthetően átadott tudást és módszereket is kaphatsz. Tudnunk kell, hogy nincs társadalmi kiút, csak az egyéni fejlődés kiútja. A világ csak általunk változhat meg. Nekünk kell fejlődnünk és összefognunk. Ehhez itt van a PPH-nál a tudás és egy csodálatos közösség, ami számomra már nem hit, hanem meggyőződés. Ha szeretnél részt venni a coachképzéseinken, várunk szeretettel. A Facebookon van sok PPH-s társunk, és köztük biztosan találsz egy szimpatikust, aki szívesen segít neked a csatlakozásban. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és elköszönünk tőled. Szeretném még egyszer megköszönni Szedlacsik Miklósnak ezt a lehetőséget, hogy én lehettem a mai nap háziasszonya, és szeretném megköszönni a jelenlevő társaimnak ezt a mérhetetlen szeretetet, ami felém áradt. Sok sikert kívánok mindenkinek. Sziasztok!